és vajdasági diadallal ért véget a Nemzeti Vágta. Több ezren voltak ott a Mága Zoltán topolyai templom koncertjén. Községi ösztöndíjra pályázhatnak az egyetemisták. Marad az elkövetkező napokban is a napos időjárás, folytatódik a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm a kedves nézőket, Önök legújabb híradónkat látják. A 2019. évi Nemzeti Vágtán ismét a temerini versenyző emelhette magasba a győzteseknek járó vágtakardot. Az idén is Nagy Arnold, temerin lovasa nyerte a Nemzeti Vágta döntőjét Fantázia nevű lován, akárcsak tavaly. A 12. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap este a budapesti Hősök terén rendezték, ahol Nagy Arnold Baja, Kaposvár, Kecskemét és Zirc lovasát győzte le a millenniumi emlékmű körül kialakított különleges lóversenypályán. A 2019 leggyorsabb lovasa címet elnyerő temerini versenyző a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját és 5 millió forintos jutalmat vehetett át az ünnepélyes díj. Átadón. Fantázia hátára pedig győzelmi takarót terítettek. Szerbia legnagyobb katolikus templomában, Topolyán több ezer ember zsúfolódott be, hogy részt vehessenek Mága Zoltán 100 templomi koncertsorozatának szombatesti eseményén. A Sarlós Boldogasszonyról elnevezett római katolikus templomban szerbek, ruszinok, magyarok és cigányok egymás mellett ültek a pótszékekkel és padokkal is megtöltött templomban, így a községközpont elöljárói és az egyház vezetői emberek és országok közötti hídépítő koncertként értékelték a Liszt Ferenc díjas hegedűművész karitatív hangversenyét. Fazekas Ferenc tiszamenti főesperes, a most 113 éves templom plébánosa előbb magyar, majd szerb nyelven köszöntötte a templom közönségét, azt hangsúlyozva, igen ritka alkalom, hogy a hívekkel teljesen megtellik a katolikus templom, de mint fogalmazott, a 21 éves topolyai lelkészi szolgálata alatt még nem fordult elő, hogy egyszerre ennyi ember, több mint 3000 zsúfolódott be a Szerbia legnagyobb katolikus templomába. Elkészült az Újvidék utcában egy bekötő út 365 méteres szakasza, mely az ipari parkhoz vezet. Kislinder Gábor községi elnök munkatársai kíséretében tekintette meg az új útszakaszt. Az ipari park területén is folyamatosan zajlanak a fejlesztések. Egy 180 méteres, 6 méter széles útszakasz kiépítése éppen a befejezéséhez közeledik. Kislinder azt is elmondta, hogy az ipari park területén a Midmas cég új üzeme, valamint a tejgyár is elkészült, és hamarosan megkezdi működését mindkettő. Kiemelte, hogy folyamatosan új befektetők is érdeklődnek a lehetőségek iránt. Jelenleg is három céggel folynak a megbeszélések, ezek közül kettő tevékenysége az agráriumhoz köthető, míg egy cég a fémiparban tervez beruházni. Folyamatosak a fejlesztések és folyamatosan építkezések zajlanak a topolyai község egész területén, és most itt vagyunk az ipari park közelében, ahol egy úgynevezett, ugye az ipari parkhoz számítva egy bekötő út készült el, 365 méter a hossza neki. El lehet mondani, hogy ez az út nagyon fontos, egyrészt fontos a lakosság szempontjából, biztos azért, mert ha ne adj Isten, mikor kész lesz a vasútállomás, akkor itt ugye nem lehet kocsival átjárni, vagyis gyalog átjáró lesz ezen a részen, és akkor itt az nagy probléma lett volna, ugyanakkor pedig az ipari parknak a közlekedésre és a kommunikációt is megnehezítette volna ez az út nélkül, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kellett lépni tavaly előtt, amikor beszéltünk a polgár ezt megígértük. Hát lehet mondani azt is, hogy mondtuk ott a központban, amikor felújítottuk a Bambi környékén azt az új utat, akkor azt mondtuk, hogy a városon belül már nincs ilyen befejezetlen út. Tehát azt hiszem, hogy ez az utolsó út, ami Topolyát illeti, hogy itt is kapott egy szilárd burkolatú útat, kaptak a polgárok, és ez nagyon jó. Ugyanakkor pedig hasznos lesz a gyorsvasút építésével kapcsolatban, és akkor itt a kommunikációt biztos, hogy akkor, mikor építkezik, rá kell hozni erre az útra, tehát úgy gondolom, hogy előre kellett ezt meglépni, mert akkor, mikor mindenfelé építkezünk, és a engedélyeztetés, meg a határidők szabják, meg a munkának a gyorsaságát, akkor az egy rossz irány lett volna, úgyhogy mi azt gondolom, hogy ezt időben megléptük, és folytatódik a kísérletítás az új vasúttal, vagy
vagy a vasúti hálózattal kapcsolatban, azok is jövő évre mindenképpen rendbe kell lenni, és el kell kezdeni ezt. Itt utána lejáratok, bekötőutak ezen a részen Topolyának biztos, hogy igényelnek, itt lesznek bontások, utak, járdák, egyirányú utak lesznek, amit hát a tervek, ahogy elképzelik, ezt mindent meg kell kezdeni jövő év kapcsán, ez biztos, hogy ez egy másmilyen építkezés lesz. Azt mondom, hogy ez az építkezés olyan, hogy mindig újítunk, ott pedig hát előbb bontani is kell, mert hát a régi tervek olyanok voltak, ami nem bírta el azt a forgalmat, ami lesz az új vasúton is, hát itt ezt meg kell lépni. Én azt gondolom, hogy ez jó irányba halad, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy legyen egy két átjáró Topolyán, egy a Becsei út átjáró, a másik az Entei úti átjáró, és az Inomok felé, vagyis erre pedig legyen egy gyalog biciklis átjáró, hogyha dolgozó az ipari park felé próbálnak közlekedni, akkor ha nem autóval, akkor ne kelljen körbejárni az egész várost. Tehát mindez azt bizonyítja, ugye, hogy az önkormányzat hosszú távon tervez, hosszú távon gondolkodnak, és akkor mostan véglegesen már elmondhatjuk, ugye, hogy két olyan átjáró lesz, amit a gépkocsik is használhatnak, ezen kívül lesz egy gyalogos, illetve kerékpáros átjáró itt a Topolyai vasútállomás közelében. Igen, hát el kell mondani, hogy a vasútnak a megálló állomás az legalább 800 méter a gyorsvasút és a fékezési táv véget, legalább 800 méter kell, hogy legyen a vasútállomásnak a sínnek a hosszúsága, tehát 800 méter, akkor legyen ezt. És akkor azt gondolom, hogy ez az egyik, a másik, ez kettő lesz, tehát két forgalom, a kettő forgalom az úgy lesz, hogy természetesen a mezőgazdasági gépek is át tudjanak járni, a másik pedig lesz még kettő mezőgazdasági átjáró, az pedig az egyik a Dózsa környékén, a másik pedig a Zabnatica környékén lesz, azok felüljárók lesznek, ezek pedig aluljárók, és hát ezek a munkálatok kezdődnek, mert ugye hát a munka is, a munkálatok a mezőgazdaságban is a város élete nem szűnhet meg, úgyhogy ideglenesen biztos lesznek átjáró, és akkor hát ez vár ránk a következő években. Tehát tulajdonképpen akkor nem valamiféle rámpára kell itt számítani, ahol meg kell majd várni, míg a vonat elhalad, hanem itt akkor két aluljáró lesz majd. A tervek szerint igen, tehát nem gátolják egymást a forgalmak, biztonságosabb is lesz, ugye, mert hát nem köröztöződnek egy szinten, az út, tehát az autóút és a vasút nem fognak egy szinten keresztelődni, és azt gondolom, a mezőgazdasági átjárók pedig ott szintén nem fognak találkozni. A járművek az felüljáróval lesz, és azt gondolom, hogy ezt az egy mindent lehetett a törvény értelmével, tudjuk azt, hogy 1800 méteren belül nem lett több bejáró, és úgy gondolom, hogy a tervek meg a mérnökök, akik ezt áttekintették, ez egy jó irány, ezt lehetett elérni, és akkor Topolyán még lesz egy gyalog átjáró. Ez a harmadik, ez a 800 méter, vagy az 1800 méteren belül lesz, de ez nem olyan volumenú, meg nem olyan nagyságú, és a forgalom szempontjából természetesen gyalog átjáró és bicikli átjáró lesz, tehát ott különösen építeni nem kell, ez a régi Inomag bejárata környékén kell, hogy megtörténjen. Jó hír, ugye, hogy arról tudunk beszámolni, hogy az ipari parkban is folyamatosan bővítések zajlanak, és hát reményeink szerint ugye hamarosan újabb üzemek kezdik el a működésüket. Hát szintén azt lehet elmondani ezzel a résszel, az utaknak a tatarozása, vagy karbantartása, vagy kiépítés az ipari parkban. El lehet mondani, hogy ez az út ma nem működhet, mert ugye most lesznek a úgymond eladva a parcellák, de adnélkül, hogy a kommunikációt megépítsük és az infrastruktúrát nem rakjuk össze, nem lehet a befektetők felé semmit kínálni, ez egy következő lépés, és én azt gondolom, még az ipari park el nem készül, mindig úgy kell, hogy az infrastruktúrát, víz, hálózat, kanalizáció, trafóknak a megépítése, utána jöhetnek a gyárok, ez egy jó irány, tehát azt lehet mondani, hogy ez is a jövőt tervezi, tehát nem valamit megépítettünk, és aztán rakjuk össze kommunáliát, meg a karbantartásra szükséges rendet, hanem ezt megtesszük előre. És az ipari park területén is van olyan út, ami most frissében készült el? Van, igen, ez 183 méter, ez két irányú, tehát két sávú út, ez a folytatása, ez nagyon fontos volt arra, hogy a befektetők ugye mellette már tudják igénybe venni, amikor elkezdődnek a munkálatok, mert az építkezés kapcsán gondolom, hogy nagyon rossz és nehéz az építkezés, ha nincs kommunikáció, és úgymond sárba kell megközelíteni az építőhelyeket, ezt arra szolgálja, és utána pedig természetesen ez úgy van elkészülve, vagy elkészítve, hogy ez továbbra is marad, tehát a kommunikáció, vagyis az ipari park részre kell, hogy legyen.
Új munkahelyeket jelent, és hát nem mellékesen ugye az önkormányzat számára új adóbevételeket jelent, hogyha megkezdik itt a működésüket ezek az üzemek. Erről mit tudunk elmondani? Hát el lehet mondani azt, hogy minden munkahely számít, minden munkahely, csak egy munkahelyről beszélünk, akkor is már az egy családot el tudja tartani, és ez nagyon fontos. A közösségépítés szempontjából persze, hogy fontos, azok is fontos, hogy mekkora a befektetők, milyen minőségű szakembereket próbál foglalkoztatni, és el lehet mondani azt is, hogy akkor a csatol gazdaságok mit jelentenek, tehát mit jelent ez az ipar, az ipari parkban. Itt arra gondolok, hogy a tejgyár, amikor elkészül, akkor nem csak a 30-40 tejgyárban dolgozó, hanem ugye a mezőgazdasági dolgozók, tejtermelők, ott már több száz emberről van szó, és akkor ha ezt így nézzük, akkor ez már nagyon fontos létesítmény, és mindent meg kell annak érdekébe tenni, hogy ez működőképes legyen, és a közösségek, akik ezt művelik, azok tudják ezt folytatni. A kivitelező mindkét szakasz esetében a temerini Lukács Pútevi vállalat. Detki Dániellel beszélgetünk, a kivitelező Lukács Pútevi temerini vállalatnak a képviselőjével, a mérnökével. Mi történik itt most? Azt hiszem, hogy az ipari park területén egy 180 méteres hosszúságú útnak a kiépítése a befejezéséhez közeledik. A meglévő utat meghosszabbítottuk mint egy 180 méterrel, ahogy ön is említette, 6 méter szélesen. A maga konstrukciója ennek az útnak egy vastagabb kőréteg, melyre két réteg aszfalt kerül. A munkálatok jelen pillanatban ott tartanak, hogy a földet hordjuk el, marad még egy kis aszfaltozás és végül árokásás. Ipari parkról van szó, tehát gondolom, hogy az itt építendő utaknak ugye nagy kamionok teherbírását is ki kell majd bírni. Valóban ki kell, hogy bírják, ezért is látták elő a tervezők a mintegy 50 cm vastag kőrétegét, amire szintén vastag réteg aszfalt fog majd rákerülni. Mit tudunk elmondani még az építkezésnek a részleteiről, mikorra számítanak, hogy be lesz fejezve, illetve hát valószínű, hogy a szerződésben is van egy határidő? Terveink szerint a jövő hét folyamán ezt be fogjuk fejezni, ezt az építkezést, mivel már nincs túl sok, amit el kell, hogy végezzünk. Utána következik majd az úgynevezett szignalizáció, ugye, ami már azt hiszem, hogy nem a kivitelezőnek a dolga. A szignalizációt azt nem mi kaptuk el, maga a terv az megvan szintén arra is, de nem, nincs róla információm, hogy ezt ki fogja elvégezni. Az idei évre, a 2019-2020-as tanévre is meghirdette ösztöndíj pályázatát Topolya község önkormányzata azon felsőfokú tanulmányaikat folytató szerbiai állampolgárságú hallgatók részére, akiknek a lakhelye Topolya község területén található. A támogatásban azon Szerbia területén államilag elismert vagy külföldön nemzetközileg is jegyzett karok második, harmadik és negyedik éves hallgatói részesülhetnek, akik bolonyai rendszerű alapképzésen végzik tanulmányaikat, és idehaza 8-as, külföldön pedig 4-es a tanulmányi eredményük. Az idén is kiemelten támogatja a község a hiány szakmákat, ezek a matematika, angol, illetve német szakon tanulók. Ők kiemelt ösztöndíjban részesülhetnek, és ők már az első évfolyamtól is pályázhatnak. A hallgatók jelentkezését november 15-éig várják, a községi közigazgatás iktatójában lehet átadni az igényeket, illetve a helyi irodákban. A szükséges űrlapok, illetve a további jelentkezési feltételek letölthetőek a község weboldaláról is. Nagy Katalin, a Vajdasági Magyar Szövetség nyugdíjas fórumának új elnöke, alelnöke pedig Kovács Magdaléna. A fórum tisztújítását Topolyán tartották. A VMS nyugdíjas fóruma 2015-ben alakult, 650 taggal kezdte munkáját a szervezet. 13 alapszervezetük van Vajdaság szerte, nemrég a Belgrád is megalakult. Nagy Katalin most megválasztott elnök, eddig a nyugdíjas fórum alelnökeként segítette a szervezet munkáját. A Topolyai Családfa elnevezésű civil szervezet a Művelődési Ház színház termében a nagytatáknak és a nagymamáknak kedveskedett műsorral.
Számunkra nagyon fontos ugye a család, és a családot nem utolsó sorban a nagyszülők is ugye biztosítják, és szerettük volna őket is ez alkalommal meglepni. Tavasszal ugye a szülőkre koncentráltunk, most pedig a nagyszülőkre. Bízunk abba, hogy a mai délután során egy kellemes időt is fognak eltölteni velünk, és úgy gondoljuk, hogy a nagyszülőket csak megajándékozni tudjuk ezzel, illetve kiosztanánk a mai délután során az irodalmi és rajzpályázat helyezettjeit és díjazottjait, és itt utána kreatív műhely lesz nyitott a gyermekek számára, ahol a nagyszülőknek készíthetnek ajándékokat. A műsor összeállításában nagyon nagy köszönettel tartozunk az intézményeknek, akik biztosították számunkra, hogy a tanulóik, illetve az iskoláskor előttiek is felléphessenek. Úgyhogy bízunk abban, hogy a zenés, illetve szavalás műsorok alkalmával kellemesen fogják érezni magukat a résztvevők. A rajz és irodalmi pályázatunk során 150 pályamű érkezett be hozzánk, amiket a zsűri elbírált, úgyhogy nagyon sok külön díjat osztunk ki, illetve a fellépőknek külön megköszönjük, hogy itt voltak, és ezáltal ők is kapnak csomagot. Tehát én úgy gondolom, hogy több mint 150 gyerek lép ma fel, úgyhogy bízunk abba, hogy ők is jól érzik magukat, és mindenki számára szép műsor lesz. Most ezt második alkalommal szervezzük meg, a tavalyi során is ez nagyon jól sikerült, úgyhogy ezért ismételtük meg, utána egy kis pihenő és tavasszal újra rákoncentrálunk a gyereknapra. Idén már negyedik alkalommal tartottak pergető versenyt a több mint 200 hektáron elterülő topolyai tavon a Tó Környezetvédő Sporthorgász Egyesület szervezésében. A benevezett 71 horgász közül a reggeli órákban 64-en jelentek meg, hogy a kijelölt helyeken és a versenykiírás szabályai szerint megpróbáljanak minél több halat kifogni. Kiváló hangulatban, kedvező időjárás mellett zajlott a verseny, összesen 19 halat fogtak műcsalival a versenyzők. 10 csuka, 4 süllő, 4 sügér és egy csapó sügér akadt horogra. Ez alkalommal is a Topai Tó Horgász Egyesület kitett magáé, kiválóan meg volt szervezve. Minden évben jobban van szervezve, de ebben az évben is. A versenyzők elégedettek lehetnek. A verseny reggel 8-tól 13 óráig tartott, ebbe 19 hal lett megfogva. A vendégeket svédasztalos reggelibe vártuk, utána volt egy ebéd a Vöröskörözbe, egy bőséges ebéd, ital, aki mennyit akart, és ott volt a díjátadás. Az első hely az egy pörgető, nagy értékű pörgető bot volt, a második hely is, a harmadik hely egy gyorsó. Ebből a 19 halból 10 csuka lett megfogva, kifogva, de ezek vissza lettek keresztve. 60-61 centis volt a legnagyobb. Nagy volt sügér, volt sügér kifogva, 4 darab, volt egy szakítás, egy nagy szakítás volt, az harcsa volt. Az harcsa volt, de az elvitt mindent, akkor volt még bandár, volt mellette még egy bandár, nagyon kevesellem, mert ebbe tóba, még ezek a kapitális halak nem jöttek, addig rengeteg bandár volt. Meg volt egy kapitális hüllő. Én úgy gondolom, hogy itt a Topai Tatavon az ország minden részéből jöttek külföldről is, Magyarországról is, Horvátországból is jöttek. Körülbelül 170 személy volt versenyző, de 100 személyes ebéd volt utána nekük készítve. Én úgy gondolom, hogy a vendégek jól érezték magukat ezen a gyönyörű tavon elégedettek lehetnek.
A szerb Szuperliga 12. bajnoki fordulójában a topolyai TSC kétszer is vezetett idegenben, de végül nem sikerült pontot szerezni. Az ivanyicai Jávor vendégeként 3-2 arányban alul maradt csapatunk. Grábes a 11. percben megszerezte a vezetést a TSC-nek, a hazaiak azonban Krnics révén egyenlíteni tudtak a 23. percben. A félidőre mégis TSC előnnyel mentek a csapatok, a 41. percben Milicevic ismét megszerezte a vezetést a topolyai gárdának. A második játékrészben azonban a Jávor előbb fordítani tudott, majd a mérkőzés vége előtt megszerezték a győztes gólt is. A topolyai együttes továbbra is negyedik a Szuperliga táblázatán 24 ponttal, a TSC a 13. fordulóban a jövő hétvégén a Zentai Városi Stadionban az Újvidéki Proletert fogadja. Kedden napos csapadékmentes nyugodt őszies időre van kilátás, a légmozgás is gyenge marad, így a hajnalra képződő páraköd helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Itt kevéssel 20 fok alatt, máshol 21 és 27 fok között alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán is sok napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek felettünk az égen. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánunk Önöknek!